Több hetes kudarcokkal, tapasztalatokkal és sikerekkel vegyes tesztidőszak után november 14-én hivatalos működését is megkezdte az Olaj TV. Mint a megyeszékhely sportéletében oly sok minden, a szolnoki internetes sportcsatorna is 1991. április 11-éhez, az Olaj első bajnoki címéhez, illetve az ezt feldolgozó Út a döntőig című filmhez kötődik. Valamikor régen 91-ben forgattunk le még városi televíziós koromban a Lengyel György kollégámmal, és ha hiszitek, ha nem, akkor született meg ez a gondolat, hogy kellene egy sporttelevízió Szolnokon. Vártunk rá 26 évet. Mindig bíztunk, nem hagytuk abba. Terveztük, és megvalósult. A Magyarországon még nem használt technikai háttér sok lehetőséget, de legalább annyi buktatót is hordoz magában. Az olajtelevízió műszaki szakemberei folyamatosan ismerik meg a közvetítőkocsi használatának rejtelmeit, hogy minél élvezetesebb közvetítésekkel szolgálhassák ki a szolnoki sportbarátokat. Ez a célja ennek a televíziónak is, hogy a szurkolókhoz, a nézőkhöz, a támogatókhoz közelebb hozza a sportok a sportokat, a labdarúgást, a vízlabdát és a kosárlabdát. A legnagyobb köszönet én azt hiszem dr. Nyerges Zsolté, aki jelen pillanatban is pont a fővárosban tárgyal a sportokról, a sportfinanszírozásról. A tesztidőszak visszajelzései azonnaliak és őszinték. A sikerült közvetítéseket a nézők elismerik, ugyanakkor a hibákat is a stáb orra alá dörgölik. A szurkolói elvárások az Olaj TV-vel szemben is ugyanolyan magasak, mint a három klubbal szemben. Biztos vagyok benne, hogyha a város sportja és a három sportág ezen belül nem ilyen szinten van, amilyen, akkor ezt a tévét nem lehet, nem érdemes létrehozni. A tervekben annyi szerepel, és ez mindenképpen elmondandó, hogy 2, maximum 3 éven belül a tévének nem lenne baj, hogy a saját lábain állna, és önfenntartó lenne. Tehát nyilván azon múlik, hogy hány látogatója lesz az internetes portálnak, hányan nézik a televíziót ilyen-olyan formában és módon. Nyilván arra törekszünk, hogy ez így lehessen. A legfontosabb, hogy milyen minőségben és milyen sportesemény kerül az Olaj TV felületeire. Az MTVA megállapodott a hazai szövetségekkel a magyar bajnoki mérkőzések közvetítési jogairól. Csak azt közvetíthetjük, amit a tévé nem, amit a tévé közvetít, azt le se adhatjuk, de amit nem közvetít, azt leadhatjuk felirattal, hogy az MTV engedélyével. És ugyanígy vagyunk a nemzetközi mérkőzésekkel is, hogy azt egyszer közvetíthetjük, utána a YouTube-on fennmarad, de mi azt már streammel, tehát úgymond élő adásban még egyszer nem tehetjük be. Tehát azokat a szerkesztett műsorban nem tudjuk betenni, azt letiltja. Az Olaj TV tehát november 14-én elindult, mint a járni tanuló kisbaba. Néha még koordinálatlan a mozgása, néha még hasra is esik, de utána föláll és megy tovább. Annak érdekében, hogy kis idő múltán már szaladni, vágtatni is képes legyen. Kamerát.